az a megtiszteltetésért bennünket, hogy a Szigeten kezdésképp Kocsis Paulinával beszélgethetünk, és hát Panka, neked így ezzel a produkcióval szólóban ez az első olyan év, hogy turnézhatsz, és most a nyáron gondolom rengeteg tapasztalatot szereztél. Mik voltak ezek? Mekkora álom vált valóra ezzel tulajdonképpen? Jaj, erre nem is tudok egyszerre válaszolni, hát... Elképesztő tapasztalatokat szerzek folyamatosan, főleg magabiztosság terén kell szerintem nagyon odafigyelnem arra, hogy kimerjek úgy állni a színpadra, kihúzva, és igenis az első számot már így belekezdeni, és hát igazából az, hogy mekkora élmény, hát erre szavak nincsenek, tehát hogy ezzel a csoda zenekarral, akik most ott a színpadon éppen beállnak, és az a hangulat, ami van közöttünk, és hogy a dalaim megszólalhatnak általuk, és a zeneiségük által, az valami csodálatos, és minden koncerten egy külön élmény, és egy külön egy ilyen, ez is egy jó nap volt, feeling. De hát azért a Sziget az mégiscsak Magyarországon a legnagyobb könnyű zenei fesztivál, és te ugye ezt még tehetségkutatós nyereményként kaptad, hogy itt felléphetsz, úgyhogy akkor volt itt benned valami extra vizsgadrúk, hiszen azért ez az időpont, ez már gondolom régóta szerepelt a naptáradban, és most végre eljött. Hát persze, hogy van bennem, még mindig van bennem egy kis vizsgadruk, hiszen azért mégiscsak, tehát hogy a Sziget szerintem nagyon sok előadó álma, és hát gondolkodtam is, hogy mi különlegeset tudnánk még elhozni ide, hogy nekünk is, illetve a közönségnek is, aki eljut ide, egy kicsit speciálisabbá tegyük ezt az élményt, úgyhogy lesz is ilyen. És hát tökre izgulok. De egyébként nem szoktam már annyira izgulni azon, hogy jaj, sok ember lesz, mert azt már így nyomom magamba, hogy az nem baj, az jó. Csak az éneklésen szoktam izgulni, meg az előadáson. De hát az, hogy na mindegy, szóval ma teljesen ilyen pörögve keltem, mint egy hülye. Akkor mondjuk ez az is hozzá, tehát hogy ma van a Dua Lipás nap, ennek örültél, hogy mondjuk vele egy napon léphetsz fel? Nagyon, hát főleg úgy, hogy nem is ütközünk, tehát hogy remélem, hogy ez azt jelenti, hogy itt is tök sokan lesznek, és hát és egészen véletlenül te is elmehetsz az ő koncertjére, hogyha ő már volt a téden, akkor esetleg te is megkötöttél. Nem azt láthattam ilyen bejegyzésekben, különböző posztokban, hogy beültél a dobok mögé, és te is kipróbáltad magad. Ez hosszú távlati terv, tehát hogy tényleg te is majd fogsz néha dobolni, hogy egyes szám erejéig esetleg, ez csak egy poén volt? Hát most még poén szinten kezeljük ezt egyébként, nagyon jó tanárom van a dobosom. Teleg Attila, viszont egyébként van egy ilyen kis vicc tervünk, hogy nyilván egy zenész vagy előadó álmai ne további egy aréna koncert, amiben persze még nem merek komolyan gondolkodni, csak álmodozni róla, és akkor azon szoktunk viccelődni, hogy akkor majd az aréna koncerten egy dobszólót fogok nyomni, és igazából arra készülünk folyamatosan. Hát ez simán összejött, és akkor megéri már időben elkezdeni ezeket. Te, mint budapesti lány, egyébként mennyire jelted korábban ezt a Sziget feelinget? Sokszor voltál lekint, ez a Citizen 2-le egyébként az volt az években, amikor volt és lehetett egyáltalán, hogy az elmúlt 2 éve sajnos nem lehetett. Hát na, hogy Citizen 2-m. Annyi útlevelem van otthon, hogy meg sem tudom számolni. Imádtam ide kijárni folyamatosan. Tehát, hogy egyszerűen egy olyan szabadságérzetet, egy olyan örök élményt, egy életre szóló élményt, hogy hát mindig a barátaimmal ez volt a nyári program, hogy jó, akkor összesporolt mindenki a Sziget bérletre? Oké, akkor mehetünk 4 kortali a nasónál, azt hiszem, igen. Bocsánat. És akkor tulajdonképpen most már fellépőként egy saját fesztivál színpadon is felléphetsz, de akkor volt már erre példa, mint kiderült? Hogyha nem is ilyen komoly egyórás slotban, de volt már erre akkor sor, hogy föllép, csak nem az elmúlt 1-2 évben nyilván. Igen, 2015-ben volt egy tábortűz pályázat, aminek a keretein belül lehetett jelentkezni egy videóval, és ezt sikerült megnyernem, illetve az első 25-be bejutnom, és ezért egy zongorával felléphettem. Egyébként az is egy órás volt, de hát az nyilván teljesen más hangulatú, de hát azt is tökre élveztem, az is nagyon király volt. Hát meg most akkor már komoly zenekarra készült az koncertre. Köszönöm szépen, kéz és lábtörést! Köszönöm szépen! Többé inkább ne gyere olyan közel, mielőtt azt hívnéd, meg te sírtam magad, mert tájékoztatnálak megint az önérzetet rajt. Nem csak jó, néha szánalmas a sors, hazudj csak, hogy boldog vagy a sárga. Szégyelnélek, ha kérdeznéd, régen volt benne tisztesség, benne tisztesség.